A déli hír összefoglalót hallják. 1947. július 8-a van. Az Új-Mexikóban állomásozó 509. Roswelli lövészezred jelentése szerint ma hajnalban olyan roncsokra bukkantak, melyek feltételezhetően egy repülő csészealj maradványai. A környékbeli szemtanúk állítása szerint egy ovális alakú, korongszerű tárgy zuhant le az égből. A maradványokat egy Roswell melletti ráncson találták. A balesetet szenvedett repülőcsészajnak kikiáltott roncsok valójában egy meteorológiai ballon maradványai voltak, melyet tegnap találtak Roswellben, Új-Mexikóban. Furcsa módon azóta három szemtanú rejtélyesen eltűnt, a többiek tagadják, hogy bármit láttak volna. North Spleti közelében, Nebraska állam, 1966. május. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy ételt adtál és fedelet a fejünk fölé. Ámen. Ámen. Megnézem az állatokat. Kormány alkalmazottai, amit ma este látott, nem történt meg. Micsoda? Senkinek sem fog beszélni róla. Mint már mondtam, nem történt semmi. Hogy ne történt volna? Nézzük, mit csináltak a férjemmel! Jó!
tesz mindenről, bárkinek is. Maga és a családja meghal. Megértette? Helyes. Scalia, Orosz István. Dennis Christopher, Stól András. Carlos Laucsú, Lakló Taladár. Lucinda Weiss, Simon Mari. Steven Rove, Háda János. További magyar hangok. Rajhona Ádám, Gruber Hugo, Várkonyi András, Pataki Imre, Áron László, Csendes Olivér, Imre István. Örülök, hogy látlak. Várunk még, vagy bemegyünk már is? Nem, bemegyünk. Mi a helyzet oda bent? Vagy 200-an vannak. Mindenkinek jutott ülőhely. Plusz 25-30 újságíró. Induljunk. Szerátor úr. Fényképezte Ken Blakey. Minden rendben? Igen, uram. Mehetünk. Szerátor úr! Itt a szerátor úr! Igazad? A forgatókönyvet írta Joseph John Barnett-lel. Beszéltem olyanokkal, akik az 51-es körzetben dolgoztak, és azt mondták, hogy fokröncseit vizsgálták, igaz? Nem jöhet tovább, asszony. Maradjatok fönt. Rendezte Richard Pepi. Igen, uram. Szarátor úr, üljön le. Gondolod, hogy itt is próbálkoznak? Hiszen ez szentségtörés, nem? Ez a hely a támadók paradicsoma. Nyílt tér, hátrafelé egy lépcső, és rengeteg ember. Kell jobb? Élvezd a zenét, jó a kórus. Kicsit ideges a srác. Tartsd rajta a szemed. Rendben. Hé, Rafferty. Na? Megint a régi mese? Hát persze. Valami baj van? Nem tudom, rossz érzésem van. Igen, nekem is. Reggel megint megfenyegették. A francba. Simon, hallasz? Igen, mondjad. Mi a helyzet odalent? Minden csendes, főnök. Meddig tart még ez az egész? Egyszer valaki azt mondta, nincs vége, amíg a kövér hölgy óbégat. Ki mondta ezt? Hogy ki? Maci Laci. Megnézem Longót. Állj csak meg, haver. Azt hiszem, eltévedtél. A rendezvényre jöttünk. Hol az igazolványod? Figyelj, a bejárat a másik oldalon van, menj körbe.
fogsz engedni minket. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagy lelkű adományaitok nélkül a Szent Szív templom újjáépítése a földrengés pusztítása után nem lett volna lehetséges. Másodszorban szeretném köszönteni egy különleges vendégünket, a kiváló Rolling Senátort. Köszönöm. Longo. Jasper, minden oké? A francba! Vigyázzatok a szenátorra!
Jól jöjjön. Fedezlek! Ez a fickó profi, gyere már! Egyszer már hibáztam, most helyrehozom! Nem hibáztál, fiú! Gyerünk, szállj be! Azért is elbánok vele! Menjetek! Dobd el a pisztolyt! Ne engedelmeskedj! Azt mondtam, dobd el a pisztolyt! Ersz el! Ő még csak egy gyerek! Ne hallgass rá! Megöl! Ne! Nem te kell lesz, hanem a szenátor! Kolecki, ne! Megöl! Van a 9-essel. De jó ég, ez elszabadult. Te hitvány földrakó. Ott egy másik szerelvény. Állíts le! Nem reagál rá. Próbáld még! Haj van! Össze fognak ütközni! Úristen! Jóváhagyási Bizottságának zárt ülése. Uraim, mint bizonyára tudják, Rowling szenátor tegnap este elhunyt. Isten nyugasztalja. De hiszen meggyilkolták.
Ráadásul épp egy átkozott templomban. Voltak ellenségei. Mint ahogy a köreinkben mindenkinek vannak. Mint önök is tudják, a szenátor úr ellenezte a Phoenix cég téridő programjának hivatalos jóváhagyását. Újdonsült elnöki minőségemben javaslom a tervezett további finanszírozását. A Phoenix társaság. Kvantum elektrodinamikai kutatás vagy mi? Mint egy ócska science fiction filmben. Mennyi pénzt öltünk már ebbe a vállalkozásba? Ilyen erővel a föld közepéig is végezhetnénk fúrásokat. Mégis miről szól ez a kutatás? Grimboro tábornok mindenre válaszolni fog. Amíg nem kapok pontos felvilágosítást arról, hogy mi ez, sajnos nem szavazhatok mellette. És azt hiszem, mindnyájunk nevében beszélek. Én sok mindent láttam már. Az atomtechnika születését. A lopakodó program sikerét. De egyik sem. Ismétlem, egyik sem. Fogható ehhez. Mégis mi ez a nagyszerű dolog? 29 évvel ezelőtt technológiai üzletet kötöttünk egy földön kívüli civilizációval. Technológiai üzletet? Persze repülőcsészaljak is voltak, igaz? Szenátor úr, kérem, hogy vegyen nagyon komolyan ezt a dolgot. Ha nem adják meg a támogatást, azzal súlyosan hátráltatják a legnagyobb felfedezést, amit valaha tettünk. Beavatna a részletekbe? Nem igazán értem. Miféle technológiáról beszél? Ők hozták az elméletet és a hardvert. Tudósaink az ő segítségükkel rájöttek, hogy az űr és az idő nem olyan lineáris, mint ahogy hittük. Egy szemvillanás alatt több millió fényévre utazhatunk a dimenziók között. Mégpedig antianyag meghajtással. Készíthetünk örökké működő reaktorokat ennyi fűtőanyaggal. Egyetlen ember sem fog fázni soha többé. Beteljesül a legnagyobb vágy, amiről bárki valaha álmodott. Ki tud még mindenről? Önökkel együtt heten. Tegnapi 8-an. Ebben minden benne van. Köszönjük, tábornok úr. Megszegjük a törvényt. Ha kongresszusi jóváhagyás nélkül döntünk ebben az ügyben. Próbálja megszerezni. Magán fog röhögni az egész Capitol Hill. Tám még az épp elmélyűségét is megkérdőjeleznék. Állítom, hogy ebből nagy cirkusz lesz. Ez politikai öngyilkosság. A vallási csoportok felbojdulnának, ha ez kitudódna. Hát még a kivándorlási hivatal. Sőt, az egész társadalom számára igen nagy sokkot okozna. Nem tudná megemészteni. Uraim! Kérem, nincs szükség világvége propagandára. Önök támogatni fogják a tervezett finanszírozását. Phoenix vállalat kutatásfejlesztési üzem, Los Angeles, Kalifornia. Figyelem a teljes személyzetnek, zöld fázisban vagyok. Álljanak ki. Elektromágneses átvívőket beállítani. Elektromágneses átvívők beállítva. Szórikus hullámgenerátorokat indítani. Generátor algoritmus betáplálva. Indítsák a végső nexus szekvenciát. Vörös hátrisban vagyunk. T-30 másodperc. Mindenki hagyja el a portálrámpáját. Visszaszámlálás a törvény aktiválásáig. 26, 25, 24, 23, 22... Isten adja az emberi fajnak, hogy békére találjon odakint. 18. Hajsod kinyitni! Figyelem a teljes személyzetnek, vörös fázisban vagyunk. Ismétlem, vörös fázisban. 115-ös gyorsítójelemet aktiválni. T-30
Termoelektromos rendszert indítani. Termoelektromos generátorok bekapcsolva. Antianyag meghajtó. Indítás. Bipoláris reaktorok. Indítás. Bipoláris reaktorok elindítva. 3, 2, 1, 0. Szorítsunk, hogy minden működjön. Törvény aktiválva. Gyorsan! Tartalékrendszer! Tartalékrendszer indítva! Mindhárom generátor manuális teljesítménye. Részecskes hűtőség 90%. 98%. 100%. Antianyag reakció befejeződött. Nem biztonságos. Figyelem! Mindenki hagyja el a fényt! Figyelem! Mindenki hagyja el a fényt!
alul maradsz, markábjai! Fejezd be a támadást és add meg magad! Hát te sosem tanul semmiből, barátom! Barátom! Nem változtathatod meg a végzetet! Phoenix vállalat központja. Akárki is, az egyedül van. Nem, nem érti. Ez egy pleidiai, aki mindent el fog követni, hogy megsemmisítse a portált. Gyakorlatilag már sikerült is neki. Valaki ellenünk dolgozik. Mit titkol előlem, Leakin? Minden információt megosztottunk önnel. Marad a hivatalos út. Vagyis a mintát elküldjük analízisre. Hová? Ez bizalmas. A francba tábornok! Nélkülünk sehová sem jutott volna. Szüksége van ránk. Ne húzzon újat velem. Hogy merészel így beszélni velem? Hadsereg tábornok vagyok. Ha megharagszom, magukra mehetnek cirkuszi akrobatának. Megértette? Mindent maguknak adtunk. A fegyvereinket, a hajóinkat. És most kevesebb tiszteletet kapunk, mint a maguk állatai. Befejezte? Értesíteni fogom mindenről a bajtársaimat. Tegye azt. Hívja a titkosszolgálatot. Itt Rafferty. Jó van, akkor jövök, amint tudok. Papa! El tudnál vinni horgászni a hétvégén? A mama is elengedne. Nagyon remélem, hogy ráérsz. Szeretlek. Szia! A titkos szolgálat Los Angeles-i irodája. Csak, milyen volt a vakáció? 3 napot a kórházban nem neveznék vakációnak. Szóval, sikerült megtudnod valamit? Egy gyanúsított eltűnt, nincs bizonyíték. Egy pillanat. Hogy nincs bizonyíték? Ahogy mondom. Az egyik pillanatban még ott voltak, a másikban eltűntek. Ez lesz a cég stratégiája. Mintha nem is öltek volna meg egy szenátort és 3 ügynökünket. Ez lesz a stratégia, Drew? Ne akard megmenteni a világot. Elég, ha megvéded. Ez nem személyes ügy. Az én beosztottaimat gyilkolták meg. Ez elég személyessé teszi. Rowling szenátor volt, de most halott is, ezzel vége. Még mindig te vagy a legjobb ügynököm. Megoldjuk. Részt akarok venni a nyomozásban. Persze, de addig van még egy feladatod. Greenboro tábornok a főnök személyesen téged kért. Greenboro tábornok? Valami baj van? Nem, semmi. Helyes. Mindent megtudsz, amint odaérsz. Ez egy egyes prioritású ügy. És igen szokatlan helyzet. Kölcsön adunk a hadseregnek. Mint összekötő? Nem. A tábornok majd meghatározza a státuszodat. Sajnálom, de egyedül kell menned. A hadsereggel nem könnyű együttműködni. De hát, a legjobb formádat hozd. És gyere visszaélve. Általában azt szoktam. Amint kimegy az ajtón, egyedül vagy. Mi nem támogathatunk. Sajnálom. Megértem. Hatásos ez a trükk, Sarah. Ez nem trükk, Steve. Ez egy ember. Legalábbis az volt. Hát ez ki? Ő egy titkos ügynök. És egész jó képű. Lövöldözött a rossz fiúkra. Nagyon izgalmas. És kik voltak a rossz fiúk? Nagyon különös alakok. Az arcuk
Egész fehér volt, nem úgy csápott, de beteges, mint a vitamin hiányosoknak. Fekete öltönyt és nyakkendőt viseltek. Gyilkosok feketében, ez egy új trend. Mi köze ennek a magazinhoz? Nem fogod elhinni, de azt hiszem fekete emberek voltak. Fekete emberek? A fura alakok, akik megjelennek az UFO észleléseknél? És fenyegetik a szemtanúkat? Most is volt UFO? Nem. Csak az ösztöneim súgják. Erről szól majd a következő szám. Ünnepeljünk. Jól van, meghívlak ebédre. Ha valóban fekete emberek voltak, akkor ez a sztori... Van. 10 kilós. Kapás van. Tehát 15 is. Jövőre. Talán tábornok úr. Mi újság, Reperti? Meg vagyok, köszönöm. 3 éve volt? Igen, uram. Az évszázad horgászata. Az volt bizony. A titkárnőm, Miriam Rambo. Üdvözlöm. Menjünk az irodám. Igen, uram. Hallottam, hogy elváltak. Sajnálom. Meg kell felügyelnie. 180 kilométerre az Edwards légibázisig. Ha odaérnek, maga vezeti a szállítmány átrakodását. Egy C-130-asra kell kerülnie, az úti cél Los Alamos. Ha bárki bármilyen módon megkísérli feltartani a szállítmányt, maga bármilyen eszközzel felléphet ellene. Más szóval, Rafferty, akár ölhet is. Mi a rakomány, uram? Azt nem mondhatom meg. Ha célhoz ért, további utasításokat kap majd. Érthető? Igen, uram. De lenne egy kérésem. A sofőröm hadd legyen Jack Kirby. Rendben. Köszönöm. Rafferty. Uram. Ha bármi történne velem, akármi, emlékezzen a horgász kirándulásunkra. Sok sikert. Köszönöm, uram. Itt Chuck Rafferty üzenetrögzítője. A Sipszó... Ha maga az a Rafferty, aki Rollingszal volt a templomban, akkor van egy fotóm, amire kíváncsi lenne. A nevem Sarah Johnson, és megtalál a UFO Expo Long Beachben szombaton. Mindent tudnak. Remélem az úton nem lesz probléma. Van kérdés? Igen, nekem van. Úgy tudtam, a Delta egység tagjai kemény fiúk, de amikor ideértem, azt hittem cserkészek közé csöppentem. Ez itt Jack Kirby, akinek semmi sem elég jó. Ő lesz a sofőr, úgyhogy igyekezzenek lépést tartani. Szálljanak fel. Jack, ezek kommandósok és megesznek reggelire. Á, csak jót tesz nekik, felpaprikázza őket. Jól van, de ezúttal semmi hősködés, feladatunk van. Ugyan, még egy hamburgerért is beugorhatunk majd út közben. Mégsem lesz jó az a hamburger. Hogy? Félek, a félfogamra sem lenne elég, rendeljük inkább egy jókora szedzsuáni kacsát. Kirby, jó tudni, hogy valami sosem változik. Hogy bírod? Már kezd fájni a seggem, 2 óra alatt ott lehetnék. De mi szép nyugodtan megyünk majd 3 óra. Hármat. Jól van, Rafferty. Jobbról hátul vendégünk jött. Barovállat, tüntessétek el! Hadd nagy, küldjék el a furgont! Tartsd a sebességet, Jack!
mit csinálunk? Maradjanak vele! Maradjanak vele! Csak válaszolj! Lehet, hogy neked még nem tűnt fel, de attól tartok, hogy rossz irányba megyünk. Észrevettem, ne állj meg! Nem tudom, melyikünk a bolondabb. Uram, mögöttünk! Csak újabb vendégek! Két kocsi mögöttünk, kapcsolj rá!
Tudom, hogy bajban vagyok. Jack menekül. Félek, le kell mondanom a szecsuáni kacsára. Kapd el a rohadékokat. Jack, szállj ki és menekül gyorsan! Azonosítsd magad. A Rafferty különleges ügynök. Titkos szolgálat. Kondor ügynök, Pleiades. Az Egyesült Naprendszerek Szövetségének küldötte. Tehát, ezek szerint miattad volt ennyire rázós az utunk? Mit mondták, ki vagy? Kondor ügynök, jobban kell figyelned arra, amit hallasz. Most pedig vissza kell térnem a Phoenix céghez, hogy befejezzem a küldetésemet. Állj meg! Nem bízz sehová! Ne próbálj megállítani, vissza kell térnem oda. Rendben van. Te is elkísérhetsz. De most új. Igen kritikus hibát követsz el ezzel Rafferty ügynök a titkosszolgálattól. Golyót eresszek beléd, ha kell. Durvák a módszereid. Hatásosak, de durvák. Markábiaiak voltak. Igen. Indulj el. Honnan is jöttél? Mindent ismételnem kell. A Pleiadesről. Az valami bolygó? Egy csillagrendszer. Nincs időnk az ilyen ostoba beszélgetésekre. Bizony nincs űrlakó. Na, indulj tovább. Akkor mit javasoltok? Térjünk vissza üres kézzel. Nem, inkább meghalunk. Az a Pleiadiai mindent tönkretett. A földiek úgyis megjavítják a portált. De nem lesz rá elég idejük. Túlságosan kapzsiak ahhoz, hogy elfogadják a kudarcot. A földiek semmire sem használhatók. Ha csak mi nem vagyunk ott. Hogy utasításokat adjunk nekik. És az érkezőknek idő kell majd, hogy materializálódjanak. Túl sokat aggodalmaskodtok. Annak a nyomorult Pleiadiainak ütött az órája. És ha elpusztul végre, azzal az Egyesült Naprendszerek Szövetsége is észreveszi, hogy nem ők az urak. 12 óra múlva a Föld az Orioné lesz. És azzal Istenek kiválunk. Greenborough tábornokot kérem. Itt a fekete vezér. Igen? Tábornok úr, a fekete vezér. Titkos vonalat kérek. Már is, uram. Te jó ég, Rafferty. Mi történt? Terroristák támadtak meg minket.
Minden emberünk meghalt. Azt sem tudták, mi történt. Mi lett a rakománnyal? A rakomány kiszabadult, és most velem van. Értem. Rafferty, hisz az idegenekben? Az idegenekben, uram. Mostantól én már mindenben hiszek. Az nagyszerű, nyitottnak kell lennie. Hol van most a rakomány? A rakomány, uram, ebédel. Ez súlyos biztonsági kihágás. Az Isten szerelmére mindenki láthatja a maga őrizetében levő Q-45-öt? Úgy tűnik, jól beilleszkedett. Ez nem tréfa, Rafferty. Maradjanak ott, amíg oda küldök egy osztagot. Hol vannak? A 6. és a fő utca sarkán. El nem mozduljanak, érti? Igen, uram. Tábornok úr. Ez meg mi? Te jó ég, Rafferty! Mi történt? Úristen. Látják, a Föld az valahol erre lehet. Ez pedig a Plejádész csillagrendszer. A földiek gyakran nevezik hét nővérnek. És ezt a bolygót úgy hívják Erra. Az a bolygó az Erra? Onnan jöttem. Na, ez nagyon érdekes. Ez micsoda? A 6. kvadráns hologram képe. Ők kérdezték. A partinak vége. Menjünk. Tudod, mit tennének velem, ugye? Nem az én dolgom. Nem is nagyon érdekel. A tudomány nevében felboncolnának. Apró darabokra szabdalnának, hogy elemezhessék a biológiai felépítésemet. Isten szívesse meg, köz! Honnan van az a pénz? Ja, hát ebből a pénztartályból itt. Add már ide. Nesze. A feljebb valóit nyilván tájékoztattak rólam. Azt mondták, idegen vagy. A legtöbb földi bizonyos érzelmi reakcióval fogadná ezt. Hát én nem vagyok hisztérikus típus komdorügynök a Plejádészről. Inkább árulj el többet magadról. Rólunk már úgyis rengeteget tudsz. Részletesen megismertettek a világotokkal. Ez része volt a felkészülésemnek. Igazán? Elit galaktikus ügynök vagyok, és az Egyesült Világok szolgálatában állok. Mint a te kormányod titkos megbízottai. Sokban hasonlítunk, Rafferty ügynek. Én is a békéért harcolok. Nem mondd, hogy hasonlítunk, mert nem igaz. Most már jó. A sikeres akciók egyik záloga az, hogy a társak segítsék egymást. Tisztázunk valamit. Ez nem egy akció, és én nem vagyok a társad. Na jó. Mivel te annyi mindent tudsz, kik ezek, és mit akarnak? Hát engem. A markábiaiak egy harcos faj az Orion csillagrendszerből. Mi, plejádésziek, nagyon tisztelünk mindenféle életet. Így nem féltünk attól, hogy magunk közé engedjük őket. Aztán megtudtuk, mik a szándékaik. Tömegesen jöttek a hatalmas, pusztító fegyvereikkel, és le akartak igázni bennünket. Békés polgárainknak harcolniuk kellett, hogy megvédhessék az otthonaikat. Sokakat lemészároltak a családjukkal együtt. A hitvesemet is. De nem bírtak velünk. Tudomásunk szerint 4 bolygót igáztak le. A Föld lett volna az 5. A ti időtök szerint 1 éven belül. Gyors munka. Mindig ugyanaz a stratégiájuk. Megállapodtak a vezetőitekkel. Aztán egy dimenzionális kapun, amit veletek építettek, áthozzák a csapataikat. Ha ez ilyen nagy horderejű dolog, miért küldtek ellenük csak 1 embert? Vigyázzunk, hogy ne zavarjuk meg a társadalmatok egyensúlyát. Az én küldetésem csak annyi, hogy pusztítsam el a kaput. És ha lehetséges, térjek haza. Pedig már azt hittem, mindent tudok. Menjünk. Thank you.
túl sokan vannak. Meg kell bíznod bennem. Vigyázz vele! De primitív! Megúsztad. Kösz. Nagyon szívesen. Akkor láttam ilyet, amikor megölték Rawlingst. Kérlek, ne hidd azt emiatt, hogy én is közéjük tartozom. Jobb, ha eltűnünk innen. Üdvözöljük Önöket a harmadik kupon expóra. A mai előadások közül hadd hívjam fel figyelmüket Monika Wilkinsonéra, aki a tehenek mutációiról beszél az első emeleten 2-kor. Gary Hamilton, idegenek föld alatti bázisai a Holdon, a Kázakunk teremben. DNS fénytranszformációk a földszinti exóból. Az előtérben Brendan Cole dedikálja a könyvét a fekete emberek címmel. Este 8-kor a médium Bássány is tetteti meg Önöket a bolygókon lakó földön. Nem hagyja őt ide. Hé, hey, mit tartsa? Hé, hey, ki a franc ez a pasas? Nyugalom, én hívtam. Nem rakhatja ide a barátját, dolgozunk. Maga az UFO-s nő, igaz? Attól függ, milye van? Az ott még él. Szükségem van a fotóira. Drew Benningtont kérem, Rafferty ügynök. Drew itt Rafferty. Figyelj, találkoztunk kell méghozzá most rögtön. Mondd, hogy hol. Nem, az túl messze van. Igen, tudom. Jó, 20 perc, rendben. Nem is néz ki idegennek. A látszat gyakran csal. Nézze meg alaposabban. Hát az űrből, te hülye! Rengeteg bolygó van az űrben, nagy okos, de melyikről? Valami Plejádész nevű csillagrendszerből. Wow! Mi ez az egész? Egy katonai rakománnyal szállítottuk őt. Megtámadtak minket. Megmentette az életemet. Mutassa meg a képeket. Ne add oda neki! Most mondta, hogy a kormánynak dolgozik. Ez valami csapda. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy igazat mond. Lehet. Azt hittem, magát érdekli. Persze, hogy érdekel, de felrobbantották az irodánkat, és meg akartak ölni. Csak óvatos vagyok. Mutassa meg a képeket. Kérem. Nem látszik az arca. Úgy hiszük, egy fekete ember. Azok meg kicsodák. Ezek a személyek itt mind láttak UFO-kat. Mindegyiküket megfenyegették fekete ruhás emberek. Bennünket is ilyenek üldöztek. Én arra lennék kíváncsi, miért ölték meg Rawlings szenátort? Rawlings egy magas szintű bizottság tagja volt. Halálos fenyegetéseket kapott, de nem tudtuk, hogy kitől, amíg mostanáig.
Komdor, így hívják. Azt mondja, hogy egy interdimenziós kaput építettek a hadsereg segítségével a Főnix társaságnál. És hogy ezek a fekete emberek tömegesen fognak átjönni rajta nem sokára. Most meg hol van? Ne elnézést, bocsásson meg. Hé, mennünk kell. Gyere! Törvényaktivitás becsökkentette T-6 óra. Rendszerpróba becsökkentette T-5 óra 42 perc. Rafferty, ki a Drew? Az egyetlen megmaradt barátom. Én már kiöregettem ebből. 42. Tessék? A korod? 40 vagyok. 42? Februárban? Csak 40. Te honnan tudod? Na mindegy. Te mennyi vagy? 370 vagyok. Na persze. Komolyan mondom. 70 éves voltam, amikor elértem a pubertáskort. Ez szörnyű. Komdor! Milyen az élet azon a... Az Errán? Az Errán. Sok mindenben hasonlít a földi élethez, de magasabb a levegő oxigén tartalma. A növényzet trópusi jellegű és gyorsan fejlődik. Mi nem engedjük, hogy az ipari létesítmények beszennyezzék a levegőt és a vizeinket. A környezetvédelemre minden egyébnél nagyobb gondot fordítunk az Errán. Az energiaforrásaink tiszták. A bűnözés ismeretlen fogalom. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ha akarod, egyszer meglátogathatsz. Valamikor. Hát persze. De az időkapunát jöttél. Hogy akarsz majd visszajutni? Ha jól időzítem a dolgokat, ez a készülék nyit nekem egy kaput, amelyen visszajutok. Ha nem sikerül, akkor itt kell maradnom. Veled. Tizennégy óra van. Hajszál pontosan. Köszönöm. Nagyon szívesen. Itt várja, míg visszajövök. Hallom, dezertáltál, Rafferty. Átvertek, Drew. Maga Greenborough, úgyhogy kéne valaki, aki igaz volt. Legjobb, ha hivatalosan vallomást teszel. Ahányszor csak telefonálok, megjelennek a fekete ruhások. Neked tudnod kell róla, Drew. Mondd, mi folyik itt? Vesztettél, Rafferty. Köszönöm. Rendes vagy. Szívesen. Most mennünk kell. Futás! Köszönöm.
Van egy ötletem. Várj egy percet, kis vagy. Rajta! Rafferty, áruld el nekem, milyen büntetés jár nálatok a kocsilopásért? Én nem lopom el, csak kölcsön veszem. Uh-huh. Mrs. Rawlings? Igen. Rafferty ügynök vagyok a titkosszolgálattól. A férjével voltam, amikor... Tudom, hogy ki maga. Jöjjön be. Köszönöm. Tudom, hogy mindent megtett. A titkosszolgálat emberei a legmegbízhatóbbak. Köszönöm. Tehát mit tehetek önért? Mrs. Rawlings, aznap éjjel, amikor a férje elhunyt, mondott nekem valamit. Azt mondta, a feleségem biztonságban. Ön szerint ez jelent valamit? Talán valamit bezárt a széfbe. A kulcs a hálószobában volt. Még sosem nyitottam ki. Nem akarok tudni semmiről. A videó tudja kezelni. Nem sokat tudunk róluk. Csak amennyit ők elmondtak. Markábiaiaknak nevezik magukat, és az Orion Fekete Szövetségének tagjai. Elkoboztuk a fegyvereiket és egyik űrhajójukat. De tudjuk, hogy van egy másik űrhajójuk is. Azt mondják, hogy békével jöttek, de vannak, akik nem bíznak meg bennük. Én sem. A vezetőjük Lee Kin folyton egy interdimenzionális kapuról beszél, ami összeköthet bennünket az ő világukkal. De nem tudjuk, hogy működik. Még nem. Nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk velük. Mi kiismerjük a technológiájukat. Nincs más választásunk. Imádkozzunk, hogy döntésünk helyes legyen. Jó éjszakát. És Isten áldja Amerikát. Amikor félünk valamitől, meg kell keresnünk az okát. Ez azt jelenti, hogy át kell haladnunk egy sorompón. Meg kell tanulnunk egy leckét. Ne fordítsunk hátat neki, szembesüljünk vele. Ne rettegjünk a félelmünktől. Inkább használjuk, mint eszközt. És minden jóra fordul. Mr. Komdor egészen lenyűgöző ember. Ő egy földön kívüli, Mrs. Rawlings. Egyike a felvilágosultaknak. Igen. Ha megbocsát, mentünk kell. Viszontlátásra, asszonyom. Titániumra és urániumra van szükségük a fegyvereikhez. Vízre és bioorganizmusokra az önfenntartáshoz, beleértve az embert is. De talán embert esznek? Csak öten igazi markábiaiak, a többiek klónozott katonák. Klónok? És mit mondtak a főnökeim, amikor elmondtad nekik? Még nem beszéltem velük. Biztos vagyok benne, hogy a markábiai technológia kiismerését tekintik a legfontosabb szempontnak. Rafferty, hogy nem látom az ujjadon a házasság jelképét? Soha nem beszélsz a családodról. Gondolom, külön váltatok. Ezt vállásnak hívják, és ne üsd bele mindenbe az orrodat. Nem hiányoznak?
Nem akarok beszélni róla. Talán ez a problémád. Mi a felét tuszta az én problémámról, mi? Tudod, hogy mi a problémám? Meghalt 4 emberem meg egy szenátor holmi földön kívüliek miatt. És akkor hiszem el az egészet, amikor zöldvért látok. Egyedül vagyok. Egy magam. És ez egyáltalán nem tetszik. Rafferty? Oda néz. Csak! Szia, apu! Szia, Bobby! Hogy vagy, kicsim? Jól. Ő kicsoda? Hát... Én Kondor vagyok. Lenyűgöző a fegyvered. Köszönöm. Ez egy kibervadász lézerpisztoly. Igazán? Megnézhetem? Persze. Hello. Hello. Ez kicsoda? Munka. Bejöhetek? Igen. Nem keresett nálad senki? Nem. Bajba kerültél csak? Majd megoldom. Most is idehozol mindenkit, mint annak idején. Senki sem követett Joanne, és nem maradunk itt sokáig. Csak azt akartam, hogy... Mit? Hiányzott Bobby. Nem akarom, hogy úgy nőjön fel, hogy azt sem tudja, ki vagyok. Azt gondoltam, adhatnánk még egy esélyt magunknak. Én már elköteleztem magam. Kivel? Az nem számít. Igazad van, nem számít. Még mindig szeretlek. Bocsuk, sajnálom. Bobby, ide néz! Oh, wow! Most aztán kikészítelek benneteket! Ez az! Jól leláttam a bajukat, nem igaz? Mondtam, Komdor. Maxwell szenátor ma bejelentette, hogy a jóváhagyási bizottság elfogadta a Phoenix Társaság téridő programjának 4 milliárd dolláros támogatására tett javaslatot. E titkos programról csak annyit lehet tudni, hogy a célja a földön kívüli élet kutatása az univerzumban. A bejelentés heves tiltakozást váltott ki. A tüntetők a szövetségi palota előtt azt követelik, hogy a kérdésben népszavazás döntsön. Köszönjük a tudósítást. 5 évvel ezelőtt indították meg azt a programot, melynek célja az ivóvíz tisztaságának. Bobby, olyan sok más érdekes dolgot csinálhatnánk háborúsdi helyett. Az öldöklés helyett. Ott vannak a könyvek, a művészet, a tudomány, a zene, és meg annyi más dolog. Az unalmas. Unalmas? Aha. Most viccelsz? Nézd körül. Itt ez a kert, ami gyönyörű. Igazán? Hé, Bobby, gyere ide. Mindig szerettem volna egy E.T.-vel találkozni. Köszönöm, apa. Örülök, hogy tetszik. Bobby, igaz, hogy már rég nem voltam itt, de tudod, hogy anyád meg én... Nem kell semmit mondanod. Köszönöm. De figyelj, mi ketten sokszor fogunk találkozni. Megígérem.
Nagyon szeretlek, Bobby. Sarah Johnson-t kérdezem az UFO Times-tól. Sarah, miért vonultak ki a szövetségi palota lépcsőire? Tüntetést szerveztünk nem csupán az Egyesült Államok polgárai érdekében, de az egész emberiségé. Tudjuk, hogy a kormány UFO-kat rejteget a közvélemény elő. Úgy hisz, hogy igen fontos közérdekű információkat tartottak vissza. Igen, pontosan. Évente 5 millió ember tűnik. Igen. Felesleges több milliárd dollárt költeni egy olyan kérdés megválaszolására, amelyre már ismerik a választ. Hol van Sarah? Interjút ad. Ott van. Maga mit keresi? Nem látta Greenborough-t? Oda be. Jelentkezem, tábornok. Szép munka volt, Rafferty ügynök. Most már átadhatja nekünk. Válaszoljon, kérem, tábornok úr. Hol horgáztunk Alaszkában? A Clark tavon. És mennyi halat fogtunk? 3 tucatot. Mi ütött magába? Ezt csak úgy mondtuk. Az igazság az, annyira berúgtunk, hogy nem is horgáztunk. Megyek a kocsiért. Fedezékbe! Fedezékbe! Feküdjenek a földre! Ide tart. Nem tudtuk megállítani. Jól van, hadd jöjjön. Meglátjuk, milyen ügyes. Ha velem kerül szembe. Hol kell lerakodnunk? Előre, aztán balra. Köszönöm. Jól van, rendben. Mehet. Vörös Pálinkban
ismétlen vörös változó. Elektromágneses átvívőket beállítani. Elektromágneses átvívők beállítva. Visszaszállás, örvény aktiválása. Szórikus hullámgenerátorokat indítani. Generátor algoritmus betáplálva. 23. Indítsák a végső nexus szekvenciát. Vörös állapot. 19, 18, 17. Pajzsot kinyit. 115-ös gyorsító elemet aktivál. Részecske gyorsító aktív. Oké. Ezzel a mennyiséggel egy egész város felrobbanthatunk. Ezen kívül óriási a fegyverválaszték. Rendben, ezeket elvisszük. Mi is megyünk. Miért segítenek? Mert már unjuk a rengeteg hazudozást. Nehezen derítettük ki az igazságot. De most már tudjuk, és mégis idiótáknak néznek. Így igaz. Mindenkit érdekel, hogy mi az igazság. Tudnak bánni velük? Igen! Célozz és lőj! Megbirkózunk vele, semmi gond! Csak húzza meg a rabaszt. Rendben. Menjünk! Hát kifejezetten vonzó. Ahhoz képest, hogy ember. Igen, az. Ez abszurdum, nem teheti meg, szüksége van rá. Ellenkezőleg, doktor úr. Gyerünk! Erre! Átkozott. Tudtam, hogy nem bízhatunk meg bennetek. Ez jellemző rátok emberekre. Sosem bíztak eléggé az ösztöneidekben. Bezárom a kaput. Ott jönnek. Ők azok. Milyen? Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Kapjátok el! Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Gyorsan! Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Kondor, menj előre! Ne maradj itt velük! Ne, semmi baj! Csak menjen, elboldogok! Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Legyen óvatos! Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Magas! Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Jól van, fiúk! A jobb oldal az enyém. Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Illetéktelen behatolása 4-es szinten. Menjünk fel. A másik oldalon találkozunk. Thank you.
Jól vagy? Hogy jól? Hát persze. Várj! Ez a könnyebb. Fedezékbe! A markábiaiak. Itt az ideje, hogy hazamenj. Hogy érted ezt? Elintézzük őket, átlépsz a kapun, aztán felrobbantom. Indulj! Fedez! Köszönöm. Lefölti. Szívesen. Adjon erőd, barátom. Légy jó fele barátaidhoz. A béke nevében, testvérem. Fel a pontot az íjra. Úgy legyen. Sót, hátra húzod, és kidobod. Ez az, ügyes vagy. Rendben. Már csak visszazárjuk. Elég régi darab. Meg kell olajozni. Apa? Igen? Vajon mi történt Komdorral? Komdornak haza kellett mennie. És látjuk még valaha?
nem tudom. De úgy érzem, mintha el sem ment volna. Jó fej volt. Igen, igazad van. Igazi barát volt. Apa, azt hiszem, fogtam valamit. Tényleg? Igen, na gyere most. Oda néz. Gyerünk! Gyerünk, te kell! Gyorsan! Megvan! Oda néz! Magyar hangok. Orosz István, Stúl András, Rajona Ádám, Lakló Taladár, Gruber Hugo, Simon Mari, Háda János, Várkonyi András, Áron László, Patoki Imre, Csendes Olivér, Imre István. Magyar szöveg Szeristjei Barbara. Hangmérnök Schriffert László. Vágó Magyari Zsigmond. Gyártásvezető Szász Andrea. Szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront a Fórum kiadó megbízásából a Synchron Systems készítette.